három sportágban, kézilabdában, kosárlabdában és röplabdában 477 csapat vágott neki a 2017-2018-as tanév 5.-6. korcsoportos diákolimpiai küzdelem sorozatának. A sportágonként és nemenként legjobb 88 együttes a debreceni országos döntőben mérte összetudását. A nyíregyházi vasvári lányröplabdázói címvédőként a döntőben Békés Csabai ellenfelüket legyőzve szerezték meg az aranyérmet. Egy csoportba voltunk a Békés Csabával, mondhatom így, hogy egy kicsit akkor nehezebb csoportba kerültünk. A csoportmérkőzés simább volt, de mindig könnyebb egy csoportmérkőzést, hiszen ha ott esetleg hibázol, akkor van javítási lehetőséged. A döntőre már a Békés Csaba is készült, természetesen mi is. Nem volt egyszerű mérkőzés, nagyon küzdöttek a lányok, nagyon harcoltak, odafigyeltek, bátrak voltak, együtt volt nagyon a csapat. És most akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs erre szükség, nincs a diákolimpiára szükség, akkor az nagyon téved, hiszen itt egy szívként dobogott mindenki, a vasváriért küzdött, és amikor vége volt a mérkőzésnek, akkor odarohantunk a szurkolókhoz, és elénekeltük nekik a vasvári himnuszt. A csapatjátékos a Sitku Renáta szerint igazolódott a mondás, miszerint egy bajnoki címet nehezebb megvédeni, mint megszerezni. A tavalyi éren ugye könnyebb volt a mezőny, és az idei évben meg erősebb volt a mezőny, így sokkal nehezebb volt a dolgunk. A vasvári fiúkosarasok tavaly hazai környezetben csak egy hajszállal maradtak le az éremről, ezúttal viszont a harmadik helyen végzett Baksa Ádám együttese. Az első nap egy győzelem, egy vereség volt, így a házigazda Debrecennel kellett játszanunk a csoportmérkőzés, aki szintén ugyanilyen mérleggel állt. Az első négybe jutásért, és hál' Istennek sikerült nyernünk pár ponttal, így mi kerültünk be a négybe. Ott a szombatesti elődöntőn a Pécsi Tudományi Egyetemnek a csapatával játszottunk, akik végül meg is nyerték a tornát, nagyon jó erőt képviseltek, és így fáradtak is voltunk egy kicsit. Ott sajnos vereséget szenvedtünk, de a bronzmeccsen pedig a pécsi Miroszláv csapatával játszottunk, akitől a csoportba kikaptunk, de itt pedig megbeszéltük, átbeszéltük szombaton, hogy az első meccs hibáiból tanulva sikerüljön megfordítani a mérkőzést, és 6 ponttal meg tudtuk nyerni a bronzmeccset. A kosarasok mezőnyében több olyan játékos is pályára lépett, aki egyesületi szinten magasabb osztályban szerepel. Egy nagyon magas színvonalú torna volt most. Így az országos döntőkre ez mindig is jellemző szokott lenni, de már a legjobb csapatok jutnak be, minden iskolában már elég jó játékosok vannak. A vasvári intézmény vezetője Kovács Ágnes kiemelte, hogy a sport mellett a tanulásban is minden segítséget megadnak a diákoknak. Én azt gondolom, hogy tartani egy diákolimpiai bajnoki címet, illetve előrelépni a dobogón, ez mindenképpen nagy eredmény, és ez a gimnáziumnak és valamennyi kollégámnak, hiszen mi a tanulmányi munkájukat is nagyon segítjük, ez egy óriási eredmény, nagyon büszke vagyok rájuk. A vasvári röplabdás lányok nyáron a csehországi Brnóban a középiskolás világjátékokon képviselik majd Magyarországot.